Azon gondolkodtam, amikor ezt a felkérést megkaptam, hogy mi lenne az a két mondat, amivel ezt a laudációt föl lehetne ütni. Aztán arra gondoltam, hogy az egyik az úgy kéne, hogy hangozzon, hogy bár Herkules mit bír, tegye meg, a macska nyávog és megvész az ebb, mondja Hamlet, és ha egy kicsit belegondolunk, ez valóban így is van. Aztán eszembe jutott egy másik mondat, amit egy bizonyos Friedman Endrének, alias Robert Capa-nak a mondása, hogy nem lehet elég jó az a kép, ha nem vagy elég közel. Közel kell menni, ott kell lenni, benne kell lenni. És aztán, hogy ez miért aktuális, ezt majd valószínűleg ki fog derülni menet közben. Egy-két ilyen szolgálati információ Csillag Ádámról, aki Fábri Zoltán és Gábor Pál tanítványa volt, 1980 és 84 között végezte a főiskolát, és a főiskola befejezése után hirtelen belevágott a legkeményebb nemzetközi konfliktus filmes feldolgozásába. Ez volt a csehszlovák-magyar viszonyt évtizedekre mérgező Dős Gabcsikói vízlépcsőről készült film, a Dunaszalon, ami egy óriási dolog volt, és hatalmas nagyot durrant. Mindenhol ott volt, mindenkivel beszélt, de a hagyományos televíziós módszerekkel ellentétben Ádámnak ez ügy volt, nem csak kihívás. Ez a film és Csillag Ádám többet tett a rendszer megváltoztatásáért, mint a mai parlamenti pártok együttvéve. A film nagyon durrant, mert érzéseket, emóciókat mozgatott meg, noha talán vízügyileg ma már másképp értékelnénk, de a filmben a változás igényét megjelenítő civil erők, azok relevánsan hatottak. A rendszerváltás után értékelték a filmet, előtte éber elvtársak nem nagyon szerették, azt mondták rá, hogy kártékony és bomlasztó. Aztán jöttek az újabb filmek, a témaválasztás mindig non-konform volt, úgy mondják, hogy kényes témákat választott, mozgássérült gyerekek, aztán ott a Szívutca, a Bársonyos forradalom, a Mostohák, mind-mind fontos film lett. Ezeket a filmeket annak idején tanították szociológus hallgatóknak, és ezek a filmek megkapták a hazai és a nemzetközi elismerést is. Csillag Ádám 1997-ben Balázs Béla díjat kapott. Ha valaki azt hitt a Csillag Ádámról, nem volt nehéz kitalálni, hogy az elesettek, a megnyomorítottak, a kiszolgáltatottak mellett áll, világnézete nem csak politikai, hanem érzelmi alapon behatározható, nem sorolható semmilyen izmushoz, szenvedélyesen keresi az igazságot, kicsiben és nagyban. Aztán változott, nagyot változott a világ. Jött a Fidesz kétharmad, és jött a kiszállítás. Nem kell a film, ahogy nem kellenek a jegyzőkönyvek, nem kellenek a krónikások sem. Goebbels ördögi művét kezdték újra felújítani, az Alexander Störe, úgy vir schaffen ein neues Kultur, wir schaffen ein neues Welt, mi mindent tönkre teszünk, és egy új világot, egy új kultúrát fogunk teremteni. Ez ist vielleicht nicht so gut, aber gehört zu uns. Talán nem olyan jó, de a miénk. A fülkeforradalomnak nevezett úthenger beindulása után csak néhányan fogtak kamerát, hogy megmutassák, mi történik ebben az országban. De kit érdekel? Orbán kormány gyorsan és hatékonyan kisajátította az elektronikus médiát, az állami adókon szinte csak kormánypropaganda látható, hallható. Ez a klasszikus Kulturkampf. Akinek nem tetszik, az nem nézi. Más nem láthat. Most jó napot! Másként gondolkodóknak nem kell a nyilvánosság, csak megzavarná a derék népet a hit gyakorlásában. Így a demokratikus megnyilvánulások nem kaphatnak nyilvánosságot. Ádám azonban nagyon szívós fajta.
rájött, hogy ha a tévében nem, ha a moziban nem, akkor marad az internet, amely nagyon gyorsan fejlődik és terjed, és ezt tette lehetővé, hogy a korlátozhatatlan második nyilvánosság segítségével akár szinte hosszú, szinte helyszíni közvetítés szintű filmeket is eljuttassanak a legszélesebb nyilvánossághoz. Hogy minden kormányzati szándék ellenére legyen objektív tájékoztatás. Amíg a közmédia évi 78 milliárd forint támogatást kap, ez olyan pofátlanul nagy összeg, hogy fel se tudjuk fogni, csak érzékelésképpen mondom, hogy a békeidőben, amikor még volt magyar filmgyártás, a teljes magyar filmgyártás, játékfilmmel, ismeretterjesztő filmmel, animációs filmmel, dokumentumfilmmel, fesztiválokkal, újságokkal, folyóiratokkal, főiskolai vizsgafilmekkel évi 5 milliárdból gazdálkodott. Természetesen a 78 milliárdból Ádám, aki valóban a közszolgálja, munkájával egy árva filért sem kapott. Szerencse, hogy vannak emberek, csoportok, akik néha anyagilag támogatják. Ez egy vicc. Mert amíg Ádám felbecsülhetetlen értékeket hoz létre, nem kötelezte el magát a pártpolitikának, tudta, hogy amit létrehoz, az önértéken is megállja a helyét. A legnehezebb időszakok után sem adta fel, közben sztár lett, az internet sztárja. Hatalmas táborra lett az interneten felkerülő filmjeinek. Mert ha esemény van, akkor Ádám ott van. Legyen az egy kis falu, ahol a helyi cigányokat a frissen öltöztetett nácik akarják elintézni, Ádám megkerülhetetlenül jelen van, és általa mi is ott vagyunk. Amit Ádám csinál, az fantasztikus. Talán furcsán hangzik, hogy Ádám fanatizmusa sok kollégát ragadott magához. Sokan beálltak mellé dolgozni, vágni, digitalizálni, néha felvenni. Én nagyon tisztelem, amit csinál, és ahogy csinálja. Konzekvens és objektív, de ugyanakkor érzékeny. Azt, amit mások nem vesznek észre, azt ő meglátja, élővé teszi. És azt érzem, hogy a néző, én mint néző ott vagyok, hogy úgy néz és lát, mint amikor én ott vagyok egy tüntetésen, amikor körülnézek, amikor megfigyelek egy-egy arcot, amelyik többet mond el, mint 100 újságcikk. Szóval őszinte elismerésem és tiszteletem Ádám munkássága iránt. Én a magam részéről annyiban járultam hozzá, hogy készítettem neki egy speciális statívot, mellstatívot, amit egy kézzel tud kezelni, és elengedheti a kamerát. Azóta is ebben dolgozik, és én büszke vagyok, hogy egy pici részem nekem is van az ő munkája. Ádám egyedül lassan ipari mennyiségű kordokumentumot hozott létre. Csillag Ádám majd egyszemélyes forgatócsoport. Elsősorban rendező, operatőr, harcszéri tudósító, aztán az elkészült filmeket vágja, digitalizálja, fazonírozza, hogy nézhetőbb legyen, és aztán ingyen felteszi az internetre. És ha ő nincs, akkor fogalmunk se lenne arról, hogy mi történik körülöttünk. Hála Ádámnak mi, az állami közmédia által meghamisított, negligált, titokba tartott események sorát néhány órával később már pontosan megismerhetjük, mintha ott lettünk volna, mintha ott lettünk volna egy tüntetésen, egy ellenzéki gyűlésen, vagy egy roma telepen. Felmerül a kérdés, hogy amíg a közszolgálati televízióban a nappali elsötétítés, a népbutítás megállíthatatlan, mi marad azoknak a többségében lévő millióknak, akik meneszteni akarják ezt a rezsimet? Az internetes, objektívan tájékoztató portálok és a nagyon kevés ellenzéki média mellett. Nincs más, mint Csillag Ádám, aki minden fontos eseményen dokumentál, minden fontos eseményen azt mutatja meg, hogy a diktatúra fel haladó rendszert hogyan kell leleplezni a legkézenfekvőbb eszközökkel, a képvilágával. Azt mondhatjuk, hogy Csillag Ádám történelmet ír.
Ádám nem egy pontról dolgozik, ő mindig megy. Megy a tömeggel, megy a legsűrűbb közegben, mert ösztönösen közel akar lenni. Közel, hogy még jobb legyen a kép. Mert Ádámnak képei vannak, képsorai, amelyek folyamatosan improvizációkból és tudatos és véletlenül szülő kompozíciókból képes szimfóniát alkotni, és aki elkezdi nézni, az ott ragad. Csillag Ádám ma az egyszemélyes közszolgálat. Kompromisszumok, háttéralkú, pártérdekektől mentesen, ő a 21. századi Tinodilantos sebestjén, vagy Josephus Flavius, vagy Oriana Fallaci, vagy Egon Erwin Kiss, vagy amit akartok, aki a napi történelmet írja. Ha egyszer valaki azt az őrült kalandot választaná, hogy Magyarország 21. század eme időszakát akarná kutatni, hogy milyen volt az Orbánisztán kezdetben, milyen volt az új birodalom, az alkotmánytalanság, az újkori császárizmus első évtizede, annak megkerülhetetlen lesz Ádám munkássága. Bár Herkules mit bír, tegye meg, a macska nyávog, és megvész az ebb. Ez jut eszembe, hogy nézem Ádám szomorú képsorait legutóbb, mert Csillag Ádám nem akar átfogalmazni, nem akar szépíteni. Amit ő ad, az maga a való, azt nem lehet szeretni, azt nem kell szeretni, de tisztelni kell, figyelni kell rá, és el kell gondolkodni, hol élünk, hogyan lehetséges, hogy itt mindez megtörténhet velünk. Hogyan lehetséges, hogy nincs 2000 tisztességes honfi, aki meggátolná, hogy a nácik, az újranyilasok ünnepélyesen masírozhassanak fényes nappal Budapesten. Hol van a kormány, hol vannak a jogászok, az alkotmányvédők, akik elővennék a Genfi konvenciót, a párizsi békeszerződést? Ha ez így megy tovább, ki fogja megvédeni Csillag Ádámot legközelebb? Amikor nem csak a kameráját teszik tönkre, ki fogja megvédeni őt, minket, a nemzetet? Csillag Ádám példa sokak számára, akik a hivatásról, szakmai elkötelezettségről, mesterségről gondolkodnak. Mert ma ő jelenti a szakmai tisztességet, a bátorságot, a demokráciáért való kiállást. Aki olyan közelről mutatja be a történéseket, hogy mindenkinek éreznie kell, benne vagyunk, közünk van hozzá, a saját passzivitásunkat vagy aktivitásunkat határozza meg a jövőt, a jövőnket, a gyerekeink jövőjét, olyan közelről, hogy a képek mögött a háttérben magamat, magunkat is felismerem. Gratulálok, Ádám, büszke vagyok rád, és most megosztok önökkel egy rigmust, amit nem én találtam ki, hanem ragálján, egy kitűnő kollégám, amelyik így hangzik. Pillanat alatt megtanulhatunk. Hajrá, Csilla, hajrá, Ádám, legyél púp a rendszer hátán.